Sziasztok, én Damir Dávid vagyok. Ezzel a videóval elkezdem megmutatni a teljes horror DVD gyűjteményemet. Aki a vegyes DVD-kre kíváncsi, az összes többi műfajra, arról már csináltam videókat, hogy azt megtaláljátok a csatornámon. És akkor horror DVD-k az 6 részes lesz összesen ez a széria, mert összesen 6 polc van. Úgyhogy részenként egy polcot mutatok meg. Legelőször is The Burbs, ami sok az sok. Tom Hanks, Carrie Fisher és Corey Feldman főszereplésével, Joe Dante rendezte. Ez inkább vígjáték, de vannak benne horror elemek, és egy sorozatgyilkos családról szól, akik beköltöznek a kertvárosba, és a szomszédok elkezdenek rájuk gyanakodni. Nagyon jó hangulatú, humoros film. Plusz egy, ez egy science fiction horror film, ami egy nagy buliról szól, ahol különös dolgok történnek. Izgalmas darab. Karantén, ez a spanyol Rec című filmnek az amerikai remake-je. Túlságosan sok különbség nincs a két film között, úgyhogy ha szeretitek a Rec-et, akkor igazából szerintem ez is tetszeni fog, hogyha még nem láttátok. Viszont míg a spanyol verzióban a démonok vannak, addig ebbe inkább zombiknak lehet nevezni a benne lévő lényeket, és egy found footage film. Aztán Karantén 2 Terminal. Ez nem a spanyol Rec 2-nek a remake-je, hanem ez egy teljesen új sztori, teljesen új film. És ez nálunk nem jelent meg, ez a DVD, ez az angol kiadás. Egy repülőtéren játszódik ez a rész. Folytatja az első rész sztoriát részben. 11-11-11, a pokol kapuja. A főrész 2, 3 és 4 rendezőjétől. Ez meg természetfeletti horrorfilm. Huszonnyolc nappal később, 28 Days Later, Danny Boyle filmje. Ugye Cillian Murphy főszereplésével Londonban, illetve környékén. Ugye fertőzöttek, elszabadulnak Angliában. Én nem tekintem zombi filmnek, igaz, hogy hasonlítanak rájuk, de ezek nem zombik. Aztán a folytatás 28 héttel később. Ez is nagyon klassz lett az első részhez hasonlóan. Kár, hogy a harmadik rész nem készült a... 30 Days of Night, Blood Trails. Ez a 30 Days of Night című mozifilmhez készült két websorozat közül az egyik. Ez a mozifilmnek az előzményeit meséli el, angol kiadás. És tudtam, a máshol nem is jelent meg egyébként ez a webszéria. Úgyhogy Angliából érdemes ugye beszerezni. És egy nagyon olcsón meg lehet vásárolni. Azt hiszem, hogy 6 epizód van rajta plusz extrák. Adjust Your Tracking, The Untold Story of the VHS Collector. Ez egy amerikai régiófüggetlen kiadás, egy dokumentumfilm, ami a VHS gyűjtésről szól, és elsősorban horror rajongók szemszögéből mutatja ezt be. Beszélnek a film szeretetéről, a filmgyűjtésről, VHS szeretetéről, rengeteg gyűjteményt megmutatnak, és mindenféle emberek, gyűjtők, meg horrorfilmkészítők is beszélnek a dokumentumfilmben, úgyhogy nagyon klassz, kétlemezes, sok-sok extrával. Aztán Alien Quadrology, díszdoboz. Ez egyike volt az első DVD-knek, amit megvásároltam. Ebben az első 4 Alien film van benne, a 8. utas a halál, a bolygó neve a halál, végső megoldás a halál és a feltámad a halál. Aztán Alien vs. Predator, a halál a ragadozó ellen, kartontokkal. Ez csak a mozi változatot tartalmazza a magyar kiadás. Aztán a második rész, a halál a ragadozó ellen 2. Ebben már a bővített változat is benne van. Ez is kartontokkal van. Sajnos elég sötét a kép. Két minősége a filmnek. És hát egyébként szerintem a simán a leggyengébb epizód mindkét szériában. Bár ugye az új ragadozót még nem láttam. Aztán Altered, bosszú az űrből, idegenek csapdájában. Fantasztikus ez a jó hosszú magyar cím. Nem tudom, mi nem tudtak valami egyszerűbbet.
Ebben meg idegenek jönnek a földre, és néhány embert megtámadnak, akik próbálják feladni a harcot ellenük kint az erdő közepén, a Blair Witch rendezőjét, az is egy klassz film. An American Werewolf in London, egy amerikai farkasember Londonban, John Landis filmje, egyik legjobb farkasemberes horrorfilm. The Amityville Horror, a rettegés háza, ez a Amityville Horrornak a remake-je. Nálunk, ha jól tudom, akkor ez az egy rész jelent meg csak DVD-n, Blu-ray-e meg talán egyik se. Anaconda 3, az ivadék, David Hasselhoff-val. Aztán Anaconda 4, vérvonal. Mi ezek a csak DVD-re szánt sci-fi csatornás Anaconda folytatások, amikben igazából borzalmas a CGI, meg a színészkedés, meg minden, de szórakoztatóak ezek a filmek. And Soon the Darkness és hamarosan a sötétség remake, Amber Heard és Karl Urban főszereplésével. Két fiatal lány külföldön túrázik, biciklivel járják a vidéket, és aztán bajba keverednek. Az egyikük eltűnik, és aztán a másikukat is el akarják rabolni. Izgalmas film. Animalistic, ez meg egy Rape Revenge film, amerikai DVD kiadás, egyes régiójú. Igazából egy nézhető film, közepes szint nagyjából. A Jelenés, The Apparition, ez meg egy természetfeletti horrorfilm, ami olyasmi, mint egy megszállt ház sztori, egy kísértet járt a ház sztori, de picit másról van benne szó, és szerintem elég izgalmas, tehát nekem kifejezetten tetszik ez a film. És benne van a Harry Potterből az egyik karakter. Illetve hát ugye a főszereplők között az egyik az Ashley Green, a másik meg Sebastian Stan, és ugye Tom Felton a Harry Potterből. Aztán Arachnophobia. Ez meg egy ugye pókos horrorfilm, ami szerintem nagyon klassz és izgalmas. Nem szeretem a pókot egyáltalán, úgyhogy szerintem klassz a film. És ugye a főszereplők között benne van Jeff Daniels, illetve John Goodman, vagy Julian Sands. Below, merülés a félelembe, második világháború idején játszódó tengeralattjárós horrorfilm. Egy kísértet szállja meg a tengeralattjárót. Black Christmas, fekete karácsony remake. Ez a... azt hiszem, hogy csak a mozi változata rajta a magyar DVD-m. Blade, penge, első rész. Ilyen képregény adaptáció a Marvel-től. Vámpíros horrorfilm. Aztán a Penge 2. Guillermo del Toro rendezésében. Ez a második rész, ez szerintem több szempontból is jobb lett, mint az első. Aztán a harmadik rész, Penge Szent Háromság, ez meg gyengébb az első kettőnél, és hát sajnos amilyen szinten véres az első kettő, ez olyan szinten vérszegény. És Wesley Snipes mellett ebben a filmben már benne van Jessica Biel és Ryan Reynolds is. Blair Witch Project, ideglelés, első rész. Ilyen klassz fan footage film, erdőben, boszorkánnyal. Ijesztő darab. Blair Witch 2, The Book of Shadows, ez a második rész, ami már nem fan footage, de egyébként ez is szerintem nagyon klassz lett. A harmadikat még nem láttam. Blood and Chocolate, ez meg vérfarkasos, horror, fantasy, romantikus darab, amiben Agnes Bruckner az egyik főszereplő, aki ugye magyar származású részben, illetve a férfi főszereplő az a Hannibal sorozatból is ismert Hugh Dancy. Aztán Boogeyman 3,
Csak az, ez az egy rész van meg egyelőre ebből a trilógiából. Ha az első részt láttátok és nem tetszett, és azért nem néztétek meg a folytatásokat, akkor egyébként ajánlálom, hogy nézzétek meg a második és harmadik részt, mert sokkal jobbak, mint az első. A Doboz, The Box, a Donnie Darko rendezőjétől, Cameron Diaz és James Marsden főszereplésével, karácsonyi időszakban játszódó science fiction, thriller, horror, eléggé érdekes sztorival, fordulatos sztorival. Aztán a Falka, The Breed, ebben meg Michelle Rodriguez az egyik főszereplő, egy kis szigeten játszódik, ahol kutyák támadnak az emberekre. Buffy a vámpírok réme, első évad. Ez egy klassz sorozat, egyike volt az első tévésorozatoknak, amiket elkezdtem nézni még jó régen. A második évad. Igazán megjelenhetne egyébként ez a sorozat Blu-ray-en. És a harmadik évad nálunk csak eddig adták ki. Be kéne szereznem a többit külföldről. Aztán a spin-off sorozat, Angel első évad. Ez ugye a Buffy negyedik évadával játszódik párhuzamosan. És teljesen más stílusú, komolyabb, mint a Buffy. Aztán a második évad. És végül az Angel harmadik évad. Ebből a sorozatból is csak az első három jelent meg nálunk. The Burning, az erdei fantom. Nagyon klassz nyári táboros slasher. Cabin in the Woods, ház az erdő mélyén. Ennek is nagyon jó története van. Tele utalásokkal, nagyon jó a humora is a filmnek. Chris Hemsworth az egyik főszereplő. Candyman, kampókéz. A Clive Barker novellája alapján Tony Todd főszereplésével, a trilógia első darabja. Ez is egy nagyon jó film. A zenéje is klassz, meg a hangulata, meg minden. Aztán Cannibal Holocaust. Szerintem a legjobb kannibálos olasz horrorfilm. A Ruggiero Deodato rendezésében. Két lemezes kiadás az Ultrafilmtől. Carnival, a Vándorcirkusz első évad, ez meg egy fantasy horror tévésorozat, egy vándorcirkuszról. És aztán a második évad, ebből sajnos csak két évad készült, pedig ez nagyon jó sorozat. De legalább mindkettő megjelent nálunk. The Cave, a barlang. Barlangászok lemennek egy új barlangba felfedezni azt, ahol szörnyeket találnak. Child's Play 2, Gyerekjáték 2. Ugye ez a második Chucky film. Ami egyébként szerintem nagyon klassz lett. Chucky Gyerekjáték 3. Erre a szériáról csináltam rangsorolós videót, amit megtaláltok a csatornámon. És aztán a Chucky ivadéka. Ez az ötödik rész, az első és a negyedik az nem jelent meg nálunk. És végezetül ezen a polcom a Kukorica gyermekei, Children of the Corn első rész a Fangoria kiadásában, Stephen King novellája alapján, Linda Hamilton főszereplésével. Ennek a szériának már 10 része van, ami szerintem elképesztő, hogy pont egy ilyen sztorit húznak el 10 filmre. És az első, ez még egy nagyon klassz adaptáció, nagyon klassz film lett. Nos, ez van az első sor. Hamarosan jövök a következő résszel. Hogyha ez a videó tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon. Ha szeretnétek valamit kérdezni, vagy megírnátok a véleményeteket, azt megtehetitek a videó alatti hozzászólásban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!